Jó estét kívánok, Gyabronka József, a Buta Café vendége. Szerintem rengetegen ismerik, sokan a Madách Színházas korszakából, ott rengeteg szerepet játszott, meg hát ugye a Móka Miki, nem tudom, hogy szereti, ha még emlegetik jó néhány évig ugye a tévében. Aztán elment Montrealban, meg ott is játszott, de ott csinált mindenféle egyebet, akár takarított, akár egy zöldségesnél dolgozott. Hazajött, Krétakör Színház, mint nagy fénykorszakot tartja gyakran számon, utána pedig szabadúszás, és nagyon sok mindent nagyon sok felé játszik. Na, de a Pince Színházba kezdtél, ami sokaknak ilyen hú de élmény, tehát gimnazista korodban, Keleti István, nem tudom, talán még Mezei Éva is volt, ugye? Tehát ez sokaknak adott egy ilyen löketet a pályára, nem? Igen, és ilyen félamatőr társulat volt, nagyon jó előadásokkal. Teljesen amatőr társulat volt, igen? Legalábbis a tagság az aha, teljesen amatőr volt. De szerintem tehát a úgynevezett nagy szakmában, a színházi szakmában akkor talán csak a Fodor Tamás dolgozott, mint színész. Ő akkor az irodalmi színpadnak, a Radnóti színpad elődjének a tagja volt, vagy legalábbis ott föllépett. Mezei Éva és Keleti István, ők nem tartoztak az úgyneve, ők amatőr rendezők, és hát aztán Keleti mondjuk lett az Arany János Színház később, igazgatója is. Igen. De a tagság az teljesen amatőr volt. És mitől volt az olyan jó, ha neked is olyan jó volt? Megjelent egy könyv Keleti Istvánról, aminek az a címe, hogy minden csak ürügy, azt hiszem ez volt a címe. Tehát, hogy igazából ő azt akarta, hogy nem csak színházat akar csinálni, hanem ő népnevelő volt, és elhatározta, hogy ezt valahogy úgy lehet normálisan csinálni, hogy mondjuk kinevezik színháznak azt a bizonyos helyet, ahol ő van, és ahol ő igazgat és vezet. És az egyébként egy olyan hely, ahol egy fiatal ember közösségre találhat. És egyszer azt mondta, hogy tulajdonképpen lehetnénk mi galambász szakkör is, de hát most éppen színházat csinálunk. És te közösségre találtál? Abszolút, teljesen. Amennyiben? Hát 16 és fél éves koromban mentem oda le, Vértes Laci osztálytársammal együtt. De hogy kerültetek oda, hallottatok? Úgy, hogy a Keleti István és Kovács Endre, az én gimnáziumi osztályfőnököm, irodalomtanárom, Csurgón egy diákszínjátszó fesztiválon találkoztak. És az én gimnáziumi osztályfőnöknek az volt a szokása, hogy azokat az embereket, akikről megtudta, hogy mifelé orientálódnak, milyen szakma felé, azokat megpróbálta olyan helyre betenni. Tehát például, aki orvosnak, vagy ápolónak, vagy egészségügyi dolgozónak ment, azt elküldte nyáron egy kórházba, és mivel voltak ismeretségei, ezért ezeket elintézte, hogy valahova fölvegyenek minket nyári munkára. De milyen rendes dolog ez. Úgyhogy gyakorlatilag nem nyáron dolgoztam, hanem ősszel jelentkeztünk valamikor augusztus végén, szeptember elején ebbe a Pince Színházba, és oda egyből fölvettek, a Fodor Tamás éppen a Bolondórát rendezte. Ez volt a címe a dolognak. Gyakorlatilag arról szólt, hogy születik a dráma. És ezt nem is tudom, hogy kik írták, hogy ezt közösen a Keleti, Mezei, Fodor, vagy valaki írója volt a Fodornak, vagy maga Fodor írta, nem emlékszem. Majd a Tamástól ezt meg tudod kérdezni, vagy én. Lényeg, hogy ez volt az első ilyen produkció. Remek volt, remek helye volt. És te mit csináltam? Én színész voltam ott. Színész voltam, délután megcsináltam otthon a leckémet, ha volt, tanultam másnapra, és este 6-ra bent voltam a Pince Színházban, este 10:30-11-re otthon voltam, és az esteim így teltek, hogy ott voltam. Remek hely volt. Miket játszottam? Hát például Mezei Éva rendezett egy Késői Kísérlet című előadást, amely arról szólt, hogy van egy társulat, nevezzük Pince Színháznak, de nem volt megnevezve, és a Rómeós Júliát próbálják, és kiderül, hogy hát egy kicsit túl hagyományosan gondolkodtak eddig ebben, és akkor úgy döntenek, hogy jó, hát akkor játsszuk el úgy, ahogy ezt, mintha mai fiatalok játszanák.
és akkor volt ennek egy jelmezes, korhű változata, és volt egy kvázi farmer, kockásinges változata, ami mi voltunk, és akkor így, hát ez volt a késői kísérlet, kvázi egy amatőr színház színészei ott maradnak este, és megpróbálják másfajta módon is eljátszani. Bizonyos jeleneteket megpróbálnak. Mindenki több szerepet játszik? Igen, előadásod, gondoltam. Szerencsé Éva, Szakácsi Sándor és Sörös Sándor akkor még ott voltak tagok. Én egy évvel voltam fiatalabb náluk, és ők kezdték ezt. Aztán a második évben, mikor őket felvették a főiskolára Várkonyi Zoltánhoz, akkor a második évben már én is sorra kerültem, mint Rómeó például. Aha, na, és aztán ez egyenes út volt a főiskolára? Nem tudom, hogy egyenes volt-e, de én reménykedtem, és onnan rengetegen mentek a főiskolára, sikerrel is, meg sikertelenül is. Voltak ott nagyon jó színészek egyébként, legalábbis az amatőrséghez képest nagyon tehetséges emberek, akiket aztán sose vettek föl semmiféle, se stúdiókba, se főiskolára, de ott gyakorlatoztak, és hát van olyan is, aki azóta is beszélünk róla, aki olyan tehetséges színésznő volt, és végül is nem is akarta pályára menni. Tehát ő amatőr színésznő volt, remek volt. Na, és neked rögtön sikerült? Igen, nagyon mázlista volt, nekem rögtön sikerült. Úgyhogy, hát apukám nagyon aggódott, azt mondta, hogy neki semmiféle protekciója nincs, mondtam, hogy ne haragudj, de nem is kell, mert próbáljuk meg ezt egyedül, majd én ezt megpróbálom. És igazából volt egy vagy két mentorom, az egyik Montág Imre volt, akit ismertem, hát Keleti István. Kiváló beszédtanár volt. A másik Gosztonyi János volt, aki, amikor én még gimnazista voltam, megcsinált az Irány New Haven című Heller darabot a Thalia Színházban. És abba, mivel engem látott az Emberke tragédiája című műben, amit Keleti István rendezett. Ez lényegében egy ember tragédiája persziflás tulajdonképpen. Karinti Frigyestől, így van. És ezzel mi megnyertük a Diák Színjátszó Fesztivált 1970-ben, vagy nem tudom. És akkor a Gosztonyi látott engem, és behívott egy szerepre az érettségi előtti hónapokban két szerepre pontosabban ebben az Irány New Havenben. Tehát ő is ismert engem. Tehát volt két olyan tanár, két beszédtanár ráadásul, akik talán rám szavaztak, de ez sose derült ki. Na, és akkor ugye Kerényi Imre, meg talán Békés András és Horvai István indított abban az évben osztályt. A Horvai osztály az Egri Kati, Takács Kati, Gálfi Laci, Hegedűs D. Géza, ők voltak kb., tehát velük párhuzamosan indultunk. És a tieid? Az enyém, hát Velez Olivia, Soproni Ági, Kismari, Menszátor Magdolna, Mátrai Márta, Helyei László, Rácz Tibor, Maszlai István, kit hagyok ki, Bobor György és én. Hú, sajnos nagyon sokan halottak. Sokan, rettenetes érzés. Igen. Ez mennyire érint? Nyilván nagyon, nem? Hát persze, hát igen. A Fifike volt a francia tanárunk, Radnóti Miklósné, és én jártam hozzá az utolsó 20 évében barátkozni, meg fölolvasni. Ő már nehezen látott, és szívesebben vette, hogy én olvasok neki. És ő mondta egyszer, amikor megérkeztem hozzá, meghalt egy barátnője, Fifike akkor volt 93 éves, vagy ilyesmi, és azt mondta, hogy Abikám, meg minden kortársam meghalt. Nekem már csak fiatalabb ismerőseim vannak. Ez borzasztó. És persze fölfogtam, de hát azt úgy nem, amikor az ember érzéki ponton eljut arra, hogy te jó Isten, a kortársaim kezdenek kimenni. Vajon rám mikor kerül a sor? Hát, furcsa érzés. És volt ilyen érzésed, hogy most már te jössz?
Hát ez mindig van egy idő után, már úgy értem, hogy bizonyos kor után már az ember ezzel számolnia kell az embernek. Tehát, de nem foglalkozom. Miközben el szoktad mondani, hogy hát még sok dolgod van, hát, mert hogy igen, meg, ugye meg... van egy kislány, hát kislány, most 11 hát, éves lehet. Mindjárt 12 mindjárt éves. Mindjárt 12 Bertus. Éves. De hogy, ha jól tudom, háromszoros nagypapa vagy, így és van. Plusz van egy 11 éves lányod, így és van. Hogy hát neked még sok dolgod van, mert föl kell nevelni. Rengeteg, és amikor játszottuk 15 éve, körülbelül mi van ma 22, hát igen, majdnem 15 éve a Hamletet, ahol egyfolytában ugye azt mondja Hamlet, hogy készen kell rá lenni, és erről rengeteget beszélgettünk annak idén a próbák alatt. Meg az ember ezt az előadások közben is próbálja magába leszűrni. Nem én mondtam ki ezt a mondatot, vagy én mondtam ki? Schilling rendezte, és Nagy Zsolt és Rába Roland volt a plusz két partnerem. Hárman játszott. De ez még a krétakör. Ez még a krétakör, igen. És két óra alatt elmondtuk a meghúzott Hamletet. Már nem csak elmondtátok, az véleményben egész jól. Hát eljátszottuk, igen, de rengeteg helyzetben csak ültünk vagy álltunk, tehát nem volt itt, nem volt szcénika, abban az volt a jelmez, ami aznap rajtunk hát volt. Hát ezt akár egy osztályteremben elő tudtátok adni, elő is adtátok. De itt is, ha... Igen? Persze, hát bárhol gyakorlatilag. Volt olyan hely, ahol hatan ültek a nézőtéren, egy Szentendrei iskola, volt ez, ahova nem tudom, hogy milyen okból, de végül is nem jöttek el. Nem tudom, az időjárás volt, vagy valami helyzet volt, de végül is azt hiszem hatan ültek be, és megvolt a ilyen négyzet alakú, mint ez az asztal, megvolt a helyszín, és hát úgy néztünk, hogy most akkor ezt eljátsszuk-e, hát fele annyian vagyunk mi szereplők, mint a nézők, és tulajdonképpen azonnal azt mondtuk, hogy persze. Tehát, hogy ez is egy próba lesz. Tekintsük próbának. És előadtuk annak a hat embernek, ami nagyon érdekes volt. Aztán volt valamelyik külvárosi színházban is egy ilyen hasonló előadás, ahol nagyon kevesen ültek. De hát volt olyan is, hogy a Városmajori gimnáziumban körülbelül 100-zal többen voltak benne a teremben, mint amennyi hivatalosan befért volna. Mm-hmm. Tehát ott gyakorlatilag heringekként ültek, mint itt a kávészemek a tálon. Úgy ültek az emberek, féloldalasan, nem tudom, hogy elférjenek. Hihetetlen volt, mert már rég tele volt a terem, amikor még mondták, hogy még mindig, és tényleg lehetett kilátni, hogy még mindig állott kb. 50 ember, és azok mind bejöttek még. Ez a döbbenetes. Meg Erdélyben volt ilyen előadás. De ez is egy érdekes élmény volt, hogy lehet ezt hat embernek előadni. És hogy lehetett? Hát egyrészt nagyon koncentráltak voltunk, és tisztességesek. Egyrészt a Schilling végignézett körülbelül 100 előadást személyesen. 100 az? Hát legalább úgy, hogy ő mindig ott volt. És akkor kezdett elmaradozni, mert más dolgai támadtak, részben Budapesten, részben külföldön, de 100 előadást egész lehet, hogy többet is, 120-at is végignézett, és gyakorlatilag utána megbeszéltük az előadásokat, és mivel minden előadás végén volt beszélgetés, a nézőkkel, azt a beszélgetést is megbeszéltük. Ugyanis ott részben a felkészültségünk a darabról, Shakespeare-ről, korról, bármiről kiderült, mindenféle emberi gyengeségünk és erősségünk, de hogy bánjunk a nézőkkel és a véleményeikkel, ez sem volt mindegy. Úgyhogy a megbeszéléseket is megbeszéltük. De még derültek ki? Hát például... Mik voltak gyengeségek és erények? Hát például az, hogy mindenkinek a véleménye érvényes. Mondjuk például ezt a politikában átvehetnék a politikusok. És mert hogy, tehát nem, ha jó a színész és ha jó a politikus, akkor nem érdekből beszél. Tehát, vagy olyan érdekből beszél, ami közérdek. És hogy mindenkinek a véleménye érvényes. Egy, kettő, hogy attól, hogy mi tárgyilagosan beszéltünk, és
anélkül, hogy bárkit is megbántottunk volna, egy csomó olyan rejtőzködő szellemű ember, akik félve ültek be ezekre a beszélgetésekre, egyszer csak felszabadultak. Tehát mindig van egy-két olyan ember, aki úgy érzi, hogy az ő véleményét hallgatni kell, és ők egyfolytában beszéltek, és mindenről volt véleményük, bármilyen kérdés elhangzott. És 5-6-szor megszólaltak. Mondjuk ültek 60-an a nézőtéren. És egyszer csak 45-50 perc után jöttek elő azok az emberek, és az olyan csodálatos élmény volt, akiknek nemhogy érvényes, hanem nagyon okos véleményük volt, és gondolataik voltak, és olyan ámulat volt ezt hallgatni, velük beszélgetni, hogy mindig azt mondtam magamnak, hogy jó, szeretem csinálni a Hamlet című előadást, de a Hamlet című előadás utáni beszélgetés az ugyanolyan élménnyel ér föl, mint maga az előadást játszani. Tehát, hogy... Mit tudtál meg magadról, mondjuk egy ilyen, vagy több ilyen beszélgetés alatt? Hát magamról arra nem emlékszem, hogy megtudtam volna valamit, biztos, ha más nem, akkor az ember olvashatlansága, és nem az olvasottsága derül ki, a műveletlensége, a hozzá nem értése. Egyáltalán a közönség találkozó, mint műfaj, az akkor, én akkor ismerkedtem meg vele, amikor a Hazám, Hazám című bűnvet a cirkuszban bemutattuk, Krétakör. Ami lényegében egy politikai kabaré volt, hát egy ilyen intellektuálisabb változat, mint amit mondjuk egy tévében megszoktunk. És én nem szerettem a közönség találkozót. Én mindig úgy éreztem, hogy a színésznek ott befejeződik a szerepe, hogy lemegy a függöny, meghajol, stb. És kész, vége, kimegy. És már az utcán, ha autogramot kérnek, vagy megismerik, vagy ez, az már egy másik ügy. Tényleg, ahogy az ember az embertársaival próbál maximálisan udvarias lenni, de egyébként ne dumáljunk erről. Nem értünk hozzá, buták vagyunk. Általában a színészek elég buták, magamat is beleértve. Most más-más szinten, de buták vagyunk általában. De ezt miből gondolt? De a Major Tamásnak is volt egy ilyen mondása, nem tudom, ismerde, hogy színészt nem az eszéért fizetjük, mondta ő. Hát tapasztalatból beszélt, de ő például az okosok közé tartozott. Milyen érdekes, hogy föltetted az újat. Igen, mert ő a lényeges dolgoknál mindig föltette. Igen. Amikor ő Petőfit szavolt a Ódri színpadon, a főiskolai megnyitókon és évzárókon, akkor mindig elmondta a verset, és mindig ugyanott fölemelte a kezét, az ujját. Na szóval, hogy magamról nem sok mindent tudtam meg. Az biztos, hogy hát például, na jó, azt hiszem, hogy most elkezdtem irányítani a beszélgetést. Ez nem baj. Vagy. Múltkor merült fel, hogy a Schillingnek volt egy olyan ötlete, hogy beszéljünk három különböző témáról mi három színészek, függetlenül a Shakespeare-i szövegtől. Volt benne egy-két vendégszöveg, amit a Schilling beletett, amik őt inspirálták a Hamlet kapcsán. A Hamlettel sokat foglalkozott, mi voltunk a harmadik változat, amit ő megcsinált. És egy vizsga előadás, meg egy Burgtheaterbeli bécsi előadás, és mi voltunk a harmadik. És azt mondta, hogy amikor elérünk egy bizonyos pontig, akkor, és ott hogy hívják a királyt, Claudius tivornyázásáról van szó, akkor Zsoltikám, légy szíves, kezdjél bele nyugodt, vagy folytasd a monológodat azzal, hogy te, neked mi a viszonyod az alkoholhoz, vagy bármit erről mesélj, improvizálj. Roland, amikor eljutott egy bizonyos pontig, ahol a művészetről volt valami értekezése Hamletnek, akkor Roland belefogott valami improvizációba a művészet kapcsán. És nekem maradt az, hogy a halálról beszéljek. És ezek olyan érdekes pontjai lettek az előadásnak, hogy
nagyon szerették a nézők, volt, akik már többször megnézték az előadást, és alig várták, hogy elérjünk ezekhez a pontokhoz. És a Schilling, mivel ő hát ugye megnézte minimum 100-szor, de lehet, hogy 120-szor, annyira unta már ezeket az úgynevezett improvizációkat, mert amikor fáradtak voltunk, mert délelőtt 10-kor kezdődött egy előadást, nem tudom, Nyírbátorban vagy Pestlőrincen, akkor nem mindig vettük a fáradtságot, hogy valami új improvizációba, és valóban improvizációval álljunk elő. És akkor azt mondta a Schilling, hogy szigorúan tilos kétszer előadni ugyanazt a témát. És ez arra ösztökélt minket, hogy a témában, de gondolkodjunk előadás előtt azon, hogy ma e pillanatban, ma délelőtt, ma este mi a viszonyunk ehhez a dologhoz. És hát most gondolj bele, hogy egy halálról mi mindent lehet tudni, és mi mindent lehet gondolni, és élményeket, és nem is tudom, tapasztalatokat, siratókat, és nem tudom még mi mindent lehet ahhoz behozni. Úgyhogy ezek ilyen érdekes pontjai voltak az előadásnak, és egy idő után azt mondta, a Schillingben az volt a nagyon vonzó a vége felé, amikor az a bizonyos krétakör felbomlott, hogy ő szinte minden nap megkérdőjelezte az ő szakmai létét, hozzáállását, ízlését, és ez ettől rendkívül élő és izgalmas lett társulati tagnak lenni, és vele dolgozni, mert egyszer csak azt mondta, hogy hagyjuk el ezt. Már nem kell. Már úgy érzi, hogy már mi is kínlódunk, és egy fölösleges rátéte lett az előadásnak. Úgyhogy lépjünk tovább, mintha nem is lett volna. Használjuk a Shakespeare-t, és nem kellenek ezek az improvizációk. Érted? Tehát, hogy én ezt nagyon vonzónak éreztem, hogy például amikor megrendezte a Hazám hazámat, amiről az előbb már szó volt, utána elment rendezni a Németországba, a Schaubühnében, aztán Olaszországba a Piccolo. Ha van olyan, hát az igen. A híres trélernek igen. Volt és, vala a színháza. Igen, és akkor eljött Toulouse-ba, mert az közel volt éppen akkor a Piccolóhoz, és azt mondta, hogy megnézte az előadást, a saját előadását másfél hónap múlva, és azt mondta, hogy gyerekek, ez borzalmas. És mivel mással foglalkozott, és nem a saját társulatával, volt egy teljesen szűz rálátása a saját előadására, és azt mondta, hogy ez borzasztó. Most azt mondtam magamban, hogyha erre bármelyik rendező képes lenne, hogy a saját előadását ilyen kritikus szemmel megnézze, azelőtt leemelem a kalapot. Volt ilyen, képzeld el, hogy maga Tompa Gábor mesélte nekem, hogy a Kolozsvári Színház igazgató főrendezője. Igen. A Lír királyt rendezte itt a végbe. És ugye ő, hát tanított is Kanadában, itt-ott volt, egy ideig nem látta. És ugyanez az eset, hogy visszajött, megnézte, látott egy szanaszét esett előadást, és fölrohant a Marton Lászlóhoz, ő volt akkor még az igazgató, hogy hát ezt azonnal vegye le a műsorra. És mondta a Marton, hogy de nem veszem, mert tele van. És erre azt mondta Tompa, hogy hát éppen ezért ezt ne lássák ennyien. Ami egy egész más hozzáállás, mint a szokásos a dologhoz. Igen. Tehát ő azt mondta, hogy valami nem jó, akkor az ne menjem. Akkor se ő csinálta. Hát ha már itt tartunk, és mondjuk Erdélyben, akkor, és a Hamletnél, hogy volt egyszer egy olyan turnénk, ahol elindultunk Szlovéniából, Ljubljanából, és mentünk végig a szlovén-horvát tengerparton, aztán följutottunk Romániába, és Sepsiszentgyörgyön a színpadon eljátszottuk a Hamletet. Akkor már csak a Hamlet, mert előtt a Fekete Ország volt több helyen, és Zágrában, stb. Szkópjéban. És a közönség, hát főleg szakmai emberekből állt. Színpadon ültünk, tehát egy elég nagy színpadot megtöltöttek a nézők, nekünk éppen, hogy volt annyi helyünk, hogy el tudtuk játszani a dolgot, de a földön is ültek, és mivel az nem volt díszlet, tehát ott gyakorlatilag ugyanolyan közel ülhettek az emberek, akik a földön ültek, mint a egyébként az, hogy úgy szoktam mondani, hogy az oltásunk összeért, tehát annyian voltak, hogy tényleg
a nézők így nézték a színészeket, akik mellettük aha. játszottak, a mellettük levőszékén. És akkor, bocsánat, rosszat mondtam, Sirályt játszottunk, nem Hamletet, Sirályt játszottunk, és van a szakmai közönségnek egy olyan tulajdonsága, hogy hangosabban reagál, mert szeretné mutatni a kollégáinak, hogy ő érti a poént, érti a szándékát a rendezőnek, a színésznek, stb., és hangosan reagálnak, és mivel valóban komédiának írta Csehov ezt a művet, hát elég sok olyan pont volt, amin lehetett nevetni. És olyan hahotázás volt, és ez valahogy járványjá vált az első felvonás alatt, tehát az első két írott felvonás alatt, utána szünet volt, hogy Schillinga az öltözőben azt mondta, hogy mivel olyan fogadtatás van és tombolás, legyetek szívesek visszafogni magatokat, és szigorúan és tempósan a második felvonásban csak a szöveget játsszátok, semmiféle poentírozás ne történjen, mert ezt vissza kell fogni, ezt a hahottát, ami van. És ettől, hogy megfogtuk a gyeplőt, és azt a 18 lovat visszafogtuk, aki húzták a szekerünket, vagy a hintónkat. Ettől egy olyan érdekes előadás lett, ettől, hogy a második felvonás egy szikár, tempós előadás lett, hogy szétverték a házat a színpadon. Ez mutatja, hogy mennyire élő a színház, tehát, hogy mennyire az adott napi dologhoz alkalmazkodik. És nem hülyeség, amit az Asher kitalált, hogy nézi az előadásait, és az utolsó után is megbeszélést tart. Nem azért, mert abból még lesz előadás, hanem hát, ha valamit tanulunk, abból is a következő előadásra, amit majd próbálunk és játszunk. Igen. Na, szóval, hogy az előbb, ugye a hazám, megemlítetted a Fekete Országot, tényleg mindkettő erősen politikai dolog volt. Amit támadni is szoktak sokan, hogy miért kell a színháznak napi politizálni, de te azt mondod, hogy igenis kell, a színháznak abszolút dolga, hogy társadalmi, aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen. Igen. Erre nem tudok mit mondani. Igen. 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 Súlyosan. Súlyosan ez a dolga. Tehát úgy kell szórakoztatnia, hogy az ember vagy ráismerjen magára, vagy a lelkére, vagy a társadalmi helyzetére, de tehát egyáltalán nem baj, ha nevet, és nem baj, ha szórakozik, csak legyen meg az a bizonyos élménye, hogy rólam szól a mese, a fene egye meg. De hát tudom, hogy ezt már nem tudom, hogy a hazámnál, vagy a Fekete Országnál van, amikor Gödöllőn játszottátok, akkor még valami szardiniás dobozokkal meg is dobáltak titeket, annyira igen, ki voltak. Igen, Zsámbékon volt, valóban a rakétabázison, valóban. Igen, most emlegettem valakinek, hogy mik a tetszés nyilvánítás fokozatai. Vagy volt, a nem tetszés vagy nyilvánítás, a nem, igen, de hát mindenképpen ők hatást váltottatok ki, az biztos. Igen, és általában a színházi jegyet meg a zsebkendőt szoktuk a zsebünkbe tenni. Tehát itt nyilvánvaló egy olyan provokáció készült, ami plakátunk egy lófej csont volt, tehát egy, minek mondják, ez lókoponya volt, a hazám-hazámnak a plakátja. Tehát már készültek a szélsőjobbosok, akik Zsámbékon azért vannak elég sokan, akkor is voltak, lehet, hogy most már nincsenek, nem tudom. Lényeg az, hogy ők készültek. Tehát az, hogy szardiniás dobozzal megyek egy színházba. Igen, hát viszonylag még akkor ritkaság. Is, ha ez egy nyílt, szabadtéri előadás, ez azért ritkaság, és tulajdonképpen a nézők, azt hiszem még Paradicsom is volt, meg Olajos, a nyitott Olajos. Igen, ezt akartam kérdezni, nyitott, megnyitották, hogy azért annak legyen valami leve is, ne csak a, az akkor itt követ is fölvehetett volna a földről, és a nézők kigolyózták maguk közül őket. Tényleg, de mit csináltak? Abszolút. Mondták nekik, hogy takarodjatok ki innen. Tehát, hogy volt 5-6-10 és egyre bátrabban és egyre többen nézők, akik, mint amikor a garázdát lefogják, vagy a zsebtolvajt a 6-os-4-es villamoson, aha. Érted? Ugyanígy egész egyszerűen a nézők azt mondták, hogy húzzatok innen, de gyorsan. És kiordították őket, azok meg visszaordítottak, és volt egy barom, aki hozta a karikás ostorát.
és azt csattintgatta még távolról. Szardíniával, jeggyel, zsebkendővel és karikás ostorral szoktunk menni színházba. Igen. Szóltak, itt eltaláltak egyébként? Már az ostorral? Nem, köztetek, Szardíniával, vagy Paradicsom. A Terhes Sanyit Szardíniával eltalálták, úgy emlékszem, hogy Terhes Sanyi volt, igen. Uh-huh. Igen. Nem fájt, tehát nem a... És játszottatok simán tovább? Tehát mondtam, is nem történt hát, volna, hogy leálltatok, azt hiszem, igen, tehát nem volt. Talán a nézők, amikor... Nem, azt hiszem, akkor sem állt le az előadás, amikor a nézők kiordították őket a színpadra. Talán egy picit leálltunk. De igen, talán egy picit leálltunk, és úgy, ugyanúgy folytattuk tovább. Ez, na, most már mindig erről fogok beszélni. A Hamlet alatt is ez volt, hogy ha bármi incidens történik, megszólal egy telefon, rosszul lesz valaki, nem tetszik neki, és kimegy. Azt mondta a Schilling, hogy az a szabály, hogy akinél van a szó, aki beszél éppen, amikor ez megtörténik, az abban a néhány másodperc, vagy néhány percnyi szünetben gondolja át, hogy hol tartott, gondolja át, hogy honnan fogja folytatni, és amikor minden rendben volt, elzárták a telefont, jól lett a néző, megitatták, vagy kikísérték, vagy egyéb, mehetünk tovább, igen? Akkor ezerrel folytasd a, tehát olyan intenzitással folytasd a, vagy menj vissza a monológod elejére, vagy menjetek vissza a dialógus elejére, hogy a nézőnek föl se tűnjön, hogy itt szünet volt. Mm-hmm. És incidens. És volt a beszélgetésen, amikor ez elhangzott, hogy nem is emlékeztek rá. Hát ha nem említjük a beszélgetés, az előadás utáni beszélgetésen, akkor nem emlékeztek volna rá. Annyira belesimult az előadásba. Elmondható, hogy miért volt ez olyan fontos. Mert ugye viszonylag kevesen látták ezt a színházat, hát nem játszottatok mondjuk a cirkuszba talán, de ott is a... hát a székek egy része le volt takarva, tehát olyan hú, de nagy közönség volt, amit sátorban játszottatok egy viszonylag. De hát általában azért stúdióterekben játszottatok, tehát nem látták olyan sokan, hogy mégis ez miért volt annyira fontos. Tudom, hogy személy szerint neked is, de az egész magyar színház szempontjából. De mi, bocsánat, mi volt? A Krétakör. A Krétakör? Hát feltétlenül azért, mert húsba vágó problémákról beszélt, amiről általában a színház beszélt, tehát itt nem csak a Krétakör. Hát jó esetben. De jó esetben, igen. Húsba vágó dolgokról, és úgy akart szórakoztatni, hogy, ahogy az előbb mondtam, hogy azért a néző érezze, hogy itt rólunk van szó. Tehát, hogy egy pillanatra ne gondolja azt valaki, hogy ezt úgy megússzuk. Nem, ott legyen valami ráismerés, vagy katarzis, vagy ráismerés a sorsunkra, lelkünkre, életünkre, pályánkra, nem tudom mire, és hogy úgy távozzon a néző, hogy valamit kapott. Hát még egy dolog. Ne csak egy felhőtlen szórakozás legyen. Hát még egy dolog, hogy nyilván nagyon fontos volt, és ezért valószínűleg, hogy nektek személyesen is még inkább, hogy ez egy nagyon erős csapat volt. Tehát tudom, hogy sokszor úgy próbáltatok, hogy elvonultatok a világ végére olyan helyre, ahol hát nem volt térerő sem, tehát telefonálni sem tudtatok haza vagy bárhova, és akkor éjjel-nappal próba. És aztán hát ez bomlott valami miatt szét, talán te tudod, hogy miért ment ez szét fokozatosan. A Schillingnek van egy színház eszménye, akkor volt, nyilván most valami hasonló van, ha változott egyáltalán. Ő nagyon, hát most nincs saját társulata a Tudtommal. Ő úgy szeretett színházat csinálni, hogy a barátaival. Uh-huh. És ezért ő számomra, míg ezt meg nem értettem, számomra furcsa volt, hogy valaki elszerződött a Krétakörtől, és azt úgy tekintette, mint egy válást. Mint amikor két ember közül az egyik azt mondja, hogy szevasz, mert megunta, vagy nem tudom, valami miatt föladja a kapcsolatot. És ez az egyik, a másik, hogy úgy szoktuk meg egymást munka közben, hogy nem valami fajta álszeretettel, vagy azért, mert egy társulatban vagyunk, szeretjük egymást,
hanem attól, hogy keményen melóztunk, és egymásra voltunk utalva, valami ilyesmitől olyan baráti viszony alakult ki a társulaton belül, de azt mondhatnám, az egész színházon belül a maximális, az azt hiszem 31-es létszám volt, amikor a irodai és műszaki embereket is belevettem. És egyszer csak rájöttem, hogy én mindenkit szeretek ebben a társulatban. Tehát ha most végig gondolom, hogy a gazdaságisok, a műszakiak, a dramaturgok, a kollégáim, a rendezők, stb., nem találok olyat, akit ne szeretnék. Most ilyen nincs a világon, és egyszer nekem ilyen volt, nem tudom melyik évben, amikor végig gondoltam, egy, kettő, hogy nem fogok most nevet mondani, de tudom, hogy volt olyan társulati tag, akit én nem kedveltem, ez főleg az elején volt. És azt a gyakorlatot próbáltam követni, hogy figyelj ide, Gyabronka, holnaptól tekintsd őt úgy, mint a saját fiadat, vagy a saját lányodat, és próbálj úgy viszonyulni hozzá, hogy minden próbálkozása, megnyilvánulása új a szemed előtt, mert itt van egy gyerek, aki most próbál ebben a társulatban működni. És ettől, hogy a szemléletem, tehát az kiinduló ponton megváltozott, ettől annyira befogadó lettem, és annyira elfogadó lettem az irányában, hogy végül, nem tudom, eltelt pár év, és ő lett az egyik kedvencem a társulatban. Hát végül is kerültél olyan helyzetbe, hogy Montrealba mentél, amikor tényleg minden új lehetett. Igen. Számodra, nem? Igen. Az milyen volt? Ugye itthon volt már egy ismertséged. Igen. Hát leginkább a Móka Miki. Hát igen, az országos szinten igen, de mondjuk akik a Madácsba jártak, ugye én ott lenyomtam 16 évet, vagy igen, 16 évet, tehát lenyomtam, szóval igen, voltam. És egyrészt jól esett ismeretlennek lenni, azt hiszem, hogy ezt sokan, akik úgynevezett ismertek, és felismerik a metrón, az utcán, és néha kellemetlen helyzetekbe kerül, az nagyon szeret olyan helyen lenni, ahol őt nem ismerik meg, és nem tudják, hogy mihez kössék, nincs előítélet iránta. És valahogy ezt is élveztem ott kint, plusz az, hogy egy teljesen más dologgal foglalkoztam, civil dolgokkal foglalkoztam, házat takarítottam, korcsolyáztam, gitároztam, szörföztem, nem tudom, szörföltem, nem tudom, hogy mondják, szörföztem, azt hiszem. Tehát azt a bizonyos vízi járművet nyaggattam. És ezek mind olyan dolgok voltak, sportoltam, stb. Olyan dolgok voltak, amiket színészként nem biztos, hogy megtehettem volna, mert túl nagy a hajtás ahhoz, hogy ezeket az ember megengedje magának. De ugye, ha jól tudom, azért mentél ki, mert a akkori feleséged, Csanádi Judit, ott kapott munkát. Igen. Tehát nem magadtól támadt egy ilyen ötletet, hogy nosza, megyek igen, takarítani igen. Montrealba. Igen. Én úgy mentem ki, hogy egy-két hónap múlva majd itthon leszek. Tehát a karácsonyt már itthon töltöm, ha nyáron kimentünk. Hát aztán kiderült, hogy egyrészt a szakma nélkülem is megvan Magyarországon, ami azóta is nagyon bánt és fáj, mert most csak viccvel mondom, hogy kiderült, hogy a szakma nélkülem is boldogul, mi lesz a halálom után, lehet, hogy akkor is tovább folytatódik ez a színész, a borzasztó. Felháborító. Na mindegy, és akkor egyre jobban kezdtem élvezni pont ezt a civil életet. De az tényleg jó volt, amikor hajnalban ott zöldséges ládákat nagyon kellett hordani? Nagyon. Hát én jelentkeztem. Ők egy kisebb üzletben dolgoztak, és én oda bejártam hetente kétszer vásárolni kvázi. Mondhatnám úgy is, de az is igaz volt, hogy egy nagyon kedves közeli barátnőnk azt mondta nekik, koreai fűszerbolt vezetőknek, hogy hát nincsenek túl jól eleresztve ezek az emberek, a férfinek nincs is munkája, ez én vagyok. Tehát ha tudnak, akkor segítsenek olyan értemben, hogy na most hetente két darab banános dobozt telenyomtak kajával, zöldségekkel és gyümölcsökkel, más nem, tehát ilyen egy
talán krékereket néha adtak, de inkább zöldségeket, gyümölcsöket. Tehát én oda bejáratos voltam, és ezért én fizettem, csak nem annyit, mint a... És nem minden volt első osztályú, de még ehető. Aha. Tehát olyan nem volt, hogy rohadt almát, vagy barackot, vagy nem tudom, narancsot adtak volna, csak nem volt már első osztályú. És így ismertük egymást, mert én hetente kétszer ott megjelentem, fizettem, ők ideadták, és én abból dolgoztam fel otthon, én voltam az a szakács kvázi. És egyik este mentünk hazafelé, és láttam, hogy bevásárlókocsikat tolnak az utcán, ahol ők az üzletükkel rendelkeztek, és kérdeztem, hogy mi van, mondták, hogy költöznek, mert a szőnyegbolt feladta a helyet, és ők most oda átmennek, az körülbelül 10-szer akkora hely, mint az eddigi kis sufniuk volt. Kérdeztem, hogy segíthetek-e, mondták, hogy maximálisan. Átöltöztem, visszamentem, és éjjel nem tudom, 2-ig ott tologattuk az árut át balról-jobbra, körülbelül 50 méterrel arrébb. És akkor ez úgy ott maradt, abban maradt, majd kicsivel később oda mentem, és kérdeztem, hogy nem tudnék-e náluk dolgozni. De úgy, hogy nekem színész a szakmám, vagy szín, igen, hogy ha lehet, akkor én 9-ig dolgozzak, és ha lehet reggel, mert lehet, hogy nekem 10 órára valamiféle próbára oda kell érnem. Én erre kész voltam akkor, hogy elmegyek castingokra, és megyek, vagy csinálok valamit a szakmában. Hát meghányták, vetették a házaspár, és mondták, hogy oké, okay, borzalmas, kevés pénzért, de minden nap tudnak reggel 7-től 9-ig foglalkoztatni. Mondtam, rendben van. És akkor így lett ez, hogy én reggel a havat ellapátoltam a bolt elől, feltöltöttem a citrusokat, tehát a grapefruittól kezdve a mandarinig minden citrus az én felelősségem volt, a tejtermékek az én felelősségem voltak, és a bagel, amit egy zsidó pékségtől, egy nagyon híres, világhírű szanvietőri bagel pékségből hozattak, és akkor nekem azt csomagolni kellett, átválogatni, stb. És én 9-kor azt mondtam, hogy viszontlátásra. És akkor játszottál is egy-két darabban, nem? Igen. Aztán ezek a castingok bejöttek. De mennyire tudtál te angolul? Hát nyökögtem, beszéltem. Igazából ahogy teltek a napok, egyre jobban, mert amikor barátaimmal beszélgettem, akkor egyszer csak kiderült, hogy már lelki dolgokról is tudunk beszélgetni, nem csak arról, hogy adj egy pohár vizet, vagy wo ist der Bahnhof, vagy where is the railway station, vagy nem tudom micsoda, hanem hát bizonyos dolgokat már ki tudok fejezni, amik nehezebbek. De hát miután visszajöttünk Kanadából, még utána is tanultam, meg hát azóta is tanulok, meg a franciát is próbálom néha karbantartani, de hát ez hozzátartozott. Ott elnézik az embernek, ha nem jó kiejtéssel beszél, tehát engem fölismertek, hogy én nem anyanyelvi angol vagyok. A francia ajkúak és a magyarok el voltak ájulva, hogy így, hogy lehet így beszélni, ez a Hős és a csokoládé katona című sódarabban volt Nikola. És hát azt mondták, hogy ez fantasztikus, és hogy hát az angolok meg látták, érezték, hogy hát igen, ez akcentus. Csak hogy ez Bulgáriában játszódik ez a színdarab, úgyhogy elnézték, mert hát igaz, hogy New Yorkból jött az egyik főszereplő, nem tudom én, Calgaryból a másik főszereplő, stb., de ez úgy elment, hogy itt van egy bolgár szolga, Nikola nevű szolga, aki hát bizony ilyen bolgár akcentussal beszél, mert az, hogy magyar vagy bolgár, hát nekik, igen. Na, hazajöttél, visszafogadott a szakma, vagy szenvedtél egy ideig? Picit szenvedtem. Nem, hát nem szenvedés volt, ez csak kerestem a helyemet. Én írtam leveleket még kintről, aztán telefonálgattam, mikor hazajöttem akkor is. Végül is a művészszínház kezdett, az akkori úgynevezett művészszínház kezdett foglalkoztatni a Svajda Törőcsik és a Taub János vezette színház.
kezdett foglalkoztatni. Két darabban voltam benne, az Koldus Operába beugrottam, és a Rui Blasban én próbáltam, és játszottam egy szerepet. Aztán a Korcsmáros Gyulival, aki Nyugodjon békében nemrég hunyt el, ő hívott Győrbe, és ott eltöltöttem azt hiszem 5 évadot, úgyhogy nem tagként, hanem darabszerződésesként, tehát ott játszottam. Évadonként legalább egyet, de inkább kettőt. És akkor utána jött a Bárka, aztán a Bárkából a Krétakör. Tehát ez így zajlott az élet. És tudom, hogy nagyon megviselt, hogy vége lett. A Krétakör? Engem nem. Nem? Nem, mert a Hamlet az ment még, hát a Hamlet még ment legalább 10 évig tovább. Uh-huh. Tehát nekem nem így szűnt meg a szakma, uh-huh. illetve a Krétakör tagság, mert bármennyire is egymással voltunk, a Zsoltival és a Rolanddal, plusz a Schilling azért mondom, bejárt szorgalmasan évekig az előadásokra, és jött velünk egy kocsival, állandóan tárgyaltuk a dolgot. Na, ezt például az előbb akartam mondani, szóval, hogy az ő színház eszménye az volt, hogy egyrészt barátokkal dolgozik, másrészt, hogy a szakmával foglalkozunk. És ő ezt fölemlegette, hogy amikor a Bál című előadást csinálták Párizsban, akkor elmentek az Eiffel-torony alá, és ott egész éjszaka az előadásról, a mikéntjéről, a hogy próbáljunk holnap, stb. Foglalkoztak. És nem azzal, hogy nézzük már meg a Sacré-Cœurt, vagy nem tudom, tehát nem a városnézés volt a fő téma, hanem hogy ami a dolgunk. És ez Damaszkuszban jött ki, amikor elmentünk egy csodálatos helyre, aminek a neve most nem Bászra, de valami hasonló hely, ahol egy amfiteátrum van. Zuhogó esőben busszal el kellett menni, hát mondjuk, hogy Nyíregyházára és onnan vissza, és ezt emlékszem, a Schilling annyira nem szerette, hogy mi így járunk helyekre, ahol tehát várost nézünk, és idegen helyekre mászkálunk, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, például egy esti előadás után, hogy nem mindenki rohan a szállodai szobájába, vagy a városba, vagy nem tudom, vacsorázni, hanem együtt beszéljük meg a dolgokat. És ebben van valami, azt kell mondanom, még akkor is, ha én voltam a szószólója a színészeknek, hogy de süssű, ne viccelj már. Süssű volt a becenéletve, minden mai napig ez. Hát szóval ne csináljuk már ezt. Hát itt vagyunk Damaszkuszban, lehet, hogy soha többet ide nem ül. Itt vagyunk Norvégiában, lehet, hogy soha ide többet vissza nem jövünk. Bergenben voltunk, hát persze, hogy megnézzük a fjordokat. Persze, hogy elmegyünk egy hajóútra. Hát hogy le? Igen, de... És igaza is volt, a fene egye meg. Igaza is volt, de közben meg nem. És ezt a változást is nagyon szerettem benne, hogy amikor vége lett annak a bizonyos társulatnak, mert föladta, hallottam, hogy egy csomó mindenben ő sokkal puhább és sokkal megengedőbb lett. Tehát utólag visszahallottam, hogy már másképp viszonyul ezekhez a dolgokhoz, de hát igen, egy mániákus rendező volt, vagy az. De meg mániákus színész vagy, nem? Hát én nem hiszem. Bizonyos dolgokban talán keményebb vagyok bizonyos kollégáimnál, de nem vagyok mániákus talán. Talán, de nem tudom. Nem tudom. Sokszor nem... Szóval sokszor elragad az indulat, és utólag megbánom, ahogy viselkedtem egy bizonyos helyzetben, de közben... De miért? Mit csinálsz? Hát türelmetlenül és talán durván is beszélek kollégákkal, de szóval van ez, hát szóval azért megpróbálom, tehát nem, hogy mondjam, nem ütöm, vágom őket, és talán szavakkal sem, de néha keményebben vagy erősebben fogalmazok, mint kéne, amit az udvariassági szabály megenged, és nem vagyok egyedül ezzel a pályán, és mivel ez egy olyan szakma, amiben a lelkünkkel, a pszichénkkel, és nem tudom, mikkel, a testünkkel dolgozunk, hát ebben benne van ez a psziché is, ami,
ami időnként nekem kijön, hogy türelmetlen vagyok, szangvinikus vagyok, és akkor valószínű kegyetlen tudok lenni egy-két pillanatban. De az miben nyilvánul meg? Hát úgy beszélek valakivel, vagy valakikkel, hogy nem kéne. Amit az ember megbán, és azt mondja, hogy aj, miért nem? Mert el lehet ezt másképp is intézni, mondja az ember már kijózanodva, amikor a löty lemegy a fejéből, és akkor azt mondja, de hülye vagyok, miért kellett ezt így? Meg lehet ezt oldani másképp is. Meg lehet kérni a kollégát erre, arra, amarra, vagy igen, szóval lehet udvariasabban, vagy hogy ne bántsam már meg. Ugye szakmabeli a párod Török Tamara, igen, dramaturg, és tőle van a tőlem kislány. Van a... Oké. Igen. De az nyilván közel játszik, mert nyilván megbeszéltek mindent, sőt, hát ugye a Pokol, Dante Pokol című, illetve hát a Dante isteni színjátékból a Pokol című részt, ezt elő is adod a Katona Sufniában, és azt tudom, hogy ő kvázi hozta neked, igen, hogy hát az Nádasdy Ádám fordítás, és hogy ez most közérthetőbb, mint ami eddig volt, mert tudom, hogy addig szenvedtél az olvasásával. Túlzás, tehát az azt jelenteni, hogy én állandóan a Dante-ban igen, nem is nagyon elfoglalva. Beleolvastál, azt igen, néha beleolvastam, és nehéznek találtam. Nem is akarok erről beszélni, mert ez is az olvasatlansághoz tartozik. Én úgy érzem, hogy vannak alapművek, mint a Faust, meg ez, meg a, nem tudom, az Aschenbachnak van ez a Parsifal, meg. Szóval ezek alapművek, és persze nem biztos, hogy mindegyiket kell tudni, ismerni, mint a Bánkbánt, vagy a tragédiát, az ember tragédiát, de végül is vannak alapművek, és akkor ez is oda tartozik, az isteni színjáték. És ezt ugye sose tudtam, hogy miért ajnározzák ezt a írásművet 700 éve. És akkor most kiderült, mivel foglalkozom vele, most már a második, harmadik résszel is foglalkozom, hogy kiderült, hogy hát ez valami őrületes, gazdag, döbbenetesen jó mű. De ezt csak akkor tudja az ember megismerni, hogyha vagy dantista, tehát ez a szakmája, hogy most hallom, hogy vannak dantisták, vagy már találkoztam is velük, ismerek is párat, akik ezt az előadást többször is megnézték, de hogy hát ez fantasztikus mű. Ebbe bele lehet szeretni. Én olyan szenvedéllyel tanulom most a Purgatórium Paradicsomot, hogy elmondhatatlan. Szóval olyan csodálatos részek vannak, és olyan dolgokra ismerek rá, vagy jövök rá. Hogy például? Amiket aztán visszaolvasok, van egy szép fehér könyv, amit kiadott valamelyik kiadó a Nádasdy, amikor lefordította az egész isteni színjátékot Nádasdy Ádám, és abban vannak természetesen jegyzetek, és akkor vagy visszaolvasom azt, vagy ha végképp nem értek valamit, vagy még jobban meg akarom érteni, akkor van egy Csépap József, vagy volt egy Csépap József nevezetű, úgy emlékszem, kolozsvári tanára, aki ezt prózában lefordította az egész isteni színjátékot. Tehát ha valamit nem értek, akkor előveszem, fönn van a neten, előveszem és megnézem, hogy Csépap József mit ír erről. És akkor ő Dantét fordította le, és olaszból, és nézem, hogy ezt ő hogy gondolja. Aha, jó, akkor jól gondoltam, akkor, vagy nem, ezt tévesen gondoltam. Szóval nagyon kimeríthetetlenül gazdag csodamű. És hát azt elmondhatatlan, hogy micsoda érzés, hogy a nézők ezt gyakorlatilag lélegzetvétel nélkül hallgatják. Múltkor azt mondta egy úr, nem is olyan régen, talán egy hete, azt mondta, hogy szinte már vártam, hogy befejezze, mert vel levegőt akartam venni. Nem tudtam, Pokol, nem tudtam előadás alatt levegőt venni, tátott szájjal hallgattam. És ez ennél nagyobb dicséretet nem lehet kapni, hogy egy halál, na jó, ezt nem mondom, de szóval hogy egy olyan művet, amit azért az emberiség nem olvas,
az emberiségnek egy ezreléke olvas, vagy ismerkedik vele. Egy ilyen művel megjelenni bárhol, és elszédíteni úgy akár fiatal embereket, középiskolásokat, hogy abból, amit én 50 gyerekből 15 azt mondja, hogy ez nagyon jó volt. Vagy felnőtteket azt mondják, hogy ez lélegzetelállító volt a szó legszorosabb értelmében. Hát arra én mit mondhatok? Hát ennél nagyobb dicséret, ennél nagyobb nem is tudom micsoda, nem kell egy színésznek. Tehát itt taps ahhoz képest alig van, ami a Tom Sawyerben, vagy a Macskákban, vagy a nem tudom hol volt, de hát itt ez valami fantasztikus, hogy reagálnak az emberek. Igen, hát te egészen más típusú színész lettél, nem? A Madácshoz képest, nem? Ezt nem tudom. Biztos, mert hát ki nem változik, hát talán ez szerencse is, hogy változom, hogyha változom. Mert... Milyen irányba? Azt nem tudom, mert az, hogy változunk, ugye mondják, hogy az emberiség fejlettebb, vagy ez a gyerek fejlettebb, mint 5 éves korában volt. Hát honnan tudom? Hát nem tudom, hogy 5 éves korában mennyire volt fejlett, mert nem veszek részt az életében, szóval, hogy nehogy ma azt higgyük, hogy attól, hogy nő egy gyerek, attól nem, változik, hát változik. Az, hogy fejlődik, hát az, fene tudja. Szóval olyan, mint azt mondanám, hogy régen az egyiptomiak, egy kicsit lenézem őket, akik még ott a Níluson papírushajókban, vagy nem tudom, mikben utazgattak. Uraim, még kompjúter nélkül olyan csillagászati felfedezéseik voltak, amiket nem tudjuk, hogy honnan szedtek. Mi az, hogy fejletlenek voltak? Azért, mert mi vagyunk igazán fejlettek itt a 21. században, szóval körülbelül ugyanígy azt mondom, hogy... Hát, nem, változtam. Hát, hogy jobbá vagy rosszabbá. Persze az emberben van valami kód, vagy nem is tudom micsoda, amelyik hajtja, hogy jobban, 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 de hát ez egy közhely is lehet, hogy jobban, másképp. És abban lehet, hogy benne van a jobban is. Hát úgy legyen. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Gyabronka József volt a Bótakafé vendége. Viszontlátásra.